A Józsa András Múzeumnak egy közel 40 ezres numizmatikai gyűjteménye van, így a forint évfordulóján a fizetőeszköz elődeit is megtekinthetik a látogatók. Ezt a valutát 1946. augusztus 1-től használjuk, így idén már 70. éve. A Horthy korszakban használt pengő a II. Világháború után teljesen elértéktelenedett. Ezt a hiperinflációs valutát váltotta fel akkor a forint. Amikor a pengő vágtázva értéktelenedett el, hiszen 1946 nyarára már egy pengő után 19 nullát kellett érni, hogy egy forintot érjen, majd mikor lett volna a váltás. Tehát itt már billpengők, millpengők, milliárdos millpengők, óriási volt az infláció. Tehát egy újfajta valutát kellett teremteni, nemzeti fizetőeszközt kellett teremteni, és akkor a politikusok úgy gondolták, hogy ne térjünk vissza a Horthy korszakot, már 45-ben nem igazán jó senki ez az egész dolog, hanem nyúljunk vissza egész messzire, és akkor visszanyúltak egészen az első forinthoz. Az első forint az 1320-as évekhez köthető. Károly Róbert liliomos aranyforintja volt, amit 1325-től firenzei mintára veretett. Az új fizetőeszköz így kapta a forint nevet. Ez viszonylag sokáig értékálló volt. Mária Terézia is bevezette az osztrák forintot. A kiegyezés idején pedig az osztrák-magyar forint is megjelent, amit majd csak az 1890-es években váltott fel a korona, később pedig az új forint legutolsó előde, a pengő. A forintnál már vigyáztak arra, hogy ne inflálódjon. 46-ban mindössze 3 címlete volt a papírpénznek, 10-es, 20-as és 100-as. Ezeken a papírpénzeken majd a bankérméken is mindig egy magyar nemzethez kötődő személy vagy jelkép jelen meg. A magyar 20 forintoson egy nyíregyházi születésű olimpikon van rajta, aki 1956-ban, ugye mártír halált halt, mert a Vasas oszodába menet lelőtték, vagyis egy eltibet golyó eltalálta, ő neki ugye egy nyíregyházán van emléktáblája is, és ő rajta van, akire mi büszkék lehetünk, és a forint ugye az ő tökéletes alakját megőrizte az utókor számára, de hogyha a bankjegyeinken végignézünk, vagy mondjuk a kisebb címleteinken is, esetleg a régi fénypénzeinken, akkor tudhatjuk, hogy a magyar nemzetnek a jelentős alakjai kaptak rajta helyet. A 70 éves magyar forint című tárlat megnyitóján az is elhangzott, az euró bevezetésével a nemzeti valuták sok országban már megszűntek, saját fizetőeszközünket pedig addig kell megbecsülni, amíg még van, tette hozzá Úrik Attila. A gyorsuló fejlődésnek köszönhetően először az apró pénzek kopnak ki, így a tárlaton a nemrégiben még használt 1 és 2 forintos érméket is már történelmi emlékként láthatják az érdeklődők.